A ma reggel következő vendége Pálffy István, a KDNP országgyűlési képviselője, frakció szóvivője. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a reggel nézőit. Mit lehet csinálni, amikor elhangzott egy információ, amit politikai lépéseket kell de tenni. Nem is erősítettek meg? Politikai lépéseket kell tenni. Egyébként az látszik, hogy a biztos most bizonytalan. Bizonytalan, és legfeljebb csak annyit tudtak mondani, hogy nem cáfolták. Azért ez jelzésértékű, és valóban az egyik kulcsa a dolognak az, hogy az a bizottsági munkatárs, aki ezt kiszivárogtatta, az ilyet is tette, de megmondta. Azért tette, mert nem tűrhető tovább. Gyakorlatilag átlépett egy határt, ezt ő maga mondta, ez a kiszivárogtató átlépett egy határt az Európai Bizottság alelnöke és vezetése. Az is jelzésértékű, hogy ezzel együtt, és nem kisebbíteni persze ennek a csoportnak a jelentőségét, meg ami ott elhangzott, Reding biztos asszony még az amerikai igazságügyminiszternek, Eric Holdernek is neki ment az ottani lehallgatási ügyek kapcsán, felelősségre vonta és kérdőre vonta, elszámolást kért, tehát úgy tűnik, mintha a Reding asszony egy kicsit messzire ment volna. Az egy másik ügy, maradjunk ennél a mi ügyünknél. Ugye itt van három nagyon súlyos és fontos pont. Az egyik az, hogy nem kormányzati szervezetekkel, magyarországi szervezetekkel egyeztetett. Tehát, hogy beszélt nem egyel, több magyarországi szervezettel. Itt konkrét név is elhangzott. És az a következő, a konkrét név az Bajnai Gordoni, aki állítólagosan ugye vállalta azt, hogy a félelem légkörét fogja megteremteni az országban a választások előtt. Illetve három, hogy biztosította a jelenlévőket ott a Bilderbergen arról, hogy a választásokig föntartják és erősítik azt a nyugati média kampányt Magyarország ellen, amit eddig három éven keresztül tapasztaltunk. Úgyhogy a biztos, mint a média ügyekkel kapcsolatosan is ugye gyakran eljáró vagy átjáró, hiszen nem az ő területe, viszont a jogbiztonságért ő felel. És mint újságíró, hogy itt az előbb helyesen el is hangzott, érdekes módon pont ez ellen kellene tennie. Nem, hogy ezt a háttérszervezetet mozgatni. Képviselő úr, az hogy csapódhat le idehaza, hogy ugye állítólag az is elhangzott, hogy majd arra fognak hivatkozni, hogy majd lesznek olyan választópolgárok idehaza jövőre, akik észreveszik a rejtett kamerákat a szavazófülkékbe. Hát az milyen rejtett kamera, amit észre lehet venni? De hát kinek jut eszébe? Agyrém, nyilvánvalóan agyrém. Ugyanakkor borzasztó fenyegetést rejt magában, éppen az nyilvánvaló, hogy valamilyen módon a választási eredményekbe bele akarnak avatkozni, és valamilyen módon ennek a legitimitását megkívánják kérdőjelezni. Két térfélen pattoghat a labda, az egyik nyilván a hazai, ahol az, aki ebben érintett, láthatóan elhangzott a neve, a forrás is hivatkozott rám, Bajnai Gordon, vajon szint, hogy milyen ígéreteket tett a választási eredmények, mondjuk így, hogy megkérdőjelezés érdekében Vivien Redingnek. Kettő pedig az Európai Parlament, az Európai Bizottság, ahol Súrján László, a KDNP Európai Parlamenti képviselője fog érdeklődni a bizottság elnökére, a Barrosonál és személyesen Reding asszonynál is. Képviselő úr, tisztelettel köszönöm, hogy itt volt, híradó következik.